Szerintem kíváncsiság nélkül nem lehet kreatívan dolgozni. A munka része az nem csak az, hogy megcsinálod az adott kollekciót, jelmezt vagy textiltervet, hanem az is, hogy ezt kommunikálod is a külvilág számára. A hallgatóknak az a fontos, hogy az adott problémát hogyan tudják megoldani, és ahhoz kellenek háttértudások, amit egy egyetemen meg tudnak tanulni. Ideálisan ez úgy működik, hogy az iskola alatt, az egyetem alatt egy olyan szakmai portfóliót építesz ki, amivel már tudsz pályázni a pozíciókra. Az a fajta közeg, az a fajta visszacsatolás, azok a plusz tudások, amik emberi karakterektől függenek, azt szerintem abszolút csak közegben érhető el. Amikor te ténylegesen nekiállsz, akkor lehet, hogy nehézségekbe akadsz, amire nem kapsz választ is. Ilyenkor nagyon jó, hogy van egy oktató, aki tud veled konzultálni és segíteni neked a probléma megoldásba. Itt ki tud alakulni olyan párbeszéd, ami szerintem nem klasszikus egyetemi közeg, és nagyon személyessé tud tenni bizonyos alkotói folyamatokat. Akár hajnal egykor is ráírhatok valamelyik mentorra vagy oktatóra, hogy ezt elakadtam, nem tudom, hogy folytassam tovább is, és ha fönt vannak, akkor válaszolnak nekem egyből. Ez a munka, ez nem egyéni munka, és együtt sokkal erősebbek, mint külön-külön.